Szeretettel köszöntöm Önöket! A kérdések és a válaszok az életünk részei, mint ahogyan a köszönés is. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Szép délutánt kívánok! Jó estét kívánok! Szia! Hello! Szervusz! Üdvözlöm! Lássuk, mindezeket hogyan tehetjük játékossá. Nincs szükségünk eszközökre, és akár már ketten is tudjuk játszani. Ám annál színesebb a játék, minél többen vagyunk. A játék különlegessége, hogy fel kell vennünk egymás stílusát a párbeszédek során. A kezdő játékos valamilyen jellegzetes stílusban ráköszön az egyik társára, és ugyanebben a stílusban egy kérdést is feltesz neki. Például kérdezhet úgy, mint egy operaénekes. Szi-szi-szi-szi-szi-szi-szi-szi-ja, meghívhatlak-e egy fagyira? A másik játékos a stílust megtartva viszonozza a köszönést, és válaszolnia is így kell a kérdésre. Szia, köszönöm, igen! Majd egy új szerepet felvéve, ő folytathatja a játékot. Hello, ne haragudj! Kérhetnék egy autogramot? Hello, persze, szívesen adok. A kérdések és a válaszok nincsenek meghatározva. Minden rajtunk múlik, legyünk leleményesek. A gesztikuláció és a mozgás szabadon engedélyezett. Halló! Üdvözlöm! Miben segíthetek? Talán szüksége van egy esernyőre? Halló! Üdvözlöm! Nincs szükségem esernyőre, hisz gyönyörű idő van. Viszont szükségem van egy mosógépre. A stílusokat meríthetjük kedvenc meséinkből, történeteinkből, vagy akár saját képzeletünk tárházából. Viszontlátásra!